országszerte zajlanak a gyereknapi rendezvények. Kapcsolunk Zalaegerszegre, a Vizsla Parkba, Fraunhofer Mártához. Szervusz, milyen programokat tudsz ajánlani? Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Itt Zalaegerszegen a gyereknapon is megtalálható minden, ami nélkül nem is lenne igazi a gyereknap. Gondolok itt ugrálóvárakra, különböző kirakós játékokra, csillám, tetoválásra, arcfestésre. Azt gondolom, hogy ezek nélkül nincsen gyereknap, de ami különleges itt Zalaegerszegen a Vizslaparkban, ez a éppen most látható Lego fal, ezt a Nyíregyházára hozták ide Zalaegerszegre. 35 ezer kis darabból álló makett fog elkészülni. Nagyon-nagyon sokan vannak itt egész nap, a családok körében nagyon népszerű a legózás, még most is. Úgyhogy a családok egy kis panelre ráépítik a színekkel meghatározott kis legóformákat, és azt ragasztják föl erre a panelre. Vélhetően ez majd este 6-8 óráig el fog készülni. Itt egy graffitit fognak látni azok, akik egészen estig itt maradnak, és megvárják, amíg elkészül a legófal. A szervezők elmondták nekem, hogy ezeket a legófalakat egyébként viszik az országba több rendezvényre, és nem bontják le őket, hanem a legóparkba kerülnek, kiállítják őket, és majd valamikor Budapesten is lesz egy kiállítás. Tehát itt Zalaegerszegen mindenképpen ajánlanám azoknak, akik szeretnek legózni, hogy jöjjenek a gyereknapra. Próbálják ki ezt, de emellett rengeteg színpadi program, különböző foglalkozások és minden finomság is várja itt őket. Fraunhofer Mártának köszönjük szépen!